Emlékfát a jövőnek olvasható ezen az emlékplaketten, amit még tavaly adott át a nyertes pályázóknak a Királyegyházi Cemengyár vezetése. Idén újra meghirdették ezt a környezetvédelmi pályázatot. A cég elkötelezett a környezetvédelmében. A cégcsoport 2050-re kitűzte a karbos emlegességet, de ez nekünk nem csak technológiában, illetve termékportfólióváltásban jelentkezik, hanem szeretnénk tenni valamit a környezetünkkel kapcsolatban is. Így idén is kiírjuk az Emlékfát a jövőnek pályázatot, 8 diákoknak, ami egy ilyen három perces videóról fog szólni, ahol a diákok kifejtik, hogy nekik mi a véleményük a zöld gondolkodásról, illetve a környezetvédelemről. A győztes osztály egy fát kap, amit elültethet az iskolaudvaron, illetve ezt itt a cementgyárban ennek a testvérfáját mi is el fogjuk ültetni, és ezzel is a zöld jövőhöz fogunk hozzájárulni. A pályázatok beküldésének határideje május 13-a, az eredmény pedig május 31-én kerül majd sor. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy az adott osztály a Lafárs Királyegyházi Cementgyárának és Bükkösdi Kőbányájának vonzás körzetében lévő 31 településen Pécset vagy Szigetváron működő általános iskola 8. osztálya legyen.